Hírek röviden a Nyíregyházi televízióban köszöntöm Önöket. Január 1-től az ügyfél születésnapjához igazítják a jogosítványok érvényességét. Az okmányok személyazonosításra azonban továbbra is 10 évig használhatók. A szokatlanul hideg időben is zavartalan a távhőszolgáltatás Nyíregyházán. A Nyírtávhő Kft. Megerősített ügyelettel dolgozik, általában még a hiba bejelentés napján ki tudnak menni az ügyfelekhez. Az extrém hidegben sok embert veszélyeztet a kihűlés, a megfagyás. Sokszor nem csak a fedél nélküliek kerülnek krízis helyzetbe, hanem azok is, akik lakásban élnek. A Periféria Egyesület diszpécser szolgálata napi 24 órában várja a bejelentéseket. Ideiglenes befogadókat várnak az Állatbarát Alapítvány munkatársai. A segíteni vágyó emberek a nagy hidegben vihetnek haza pár hétre kis állatot, segítve ezzel a menhely munkáját. Az alkalmi gazdik csak egészséges állatot fogadhatnak be, akikkel ennivalót is küldenek a telepről. Kedden a reggeli órákban a Vai Ádám körúton egy személygépkocsi kerékpárossal ütközött. A biciklis megsérült, őt a mentő kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Ugyancsak kedden reggel a Kossuth és a Dohány utcai kereszteződésben két személygépkocsi ütközött össze. A balesetben senki sem sérült meg, az anyagi kár azonban jelentős. Kedre virradóra egy személygépkocsi a Tüzér utcáról kanyarodott a 41-es főútra. A sofőr elnézte a kanyarodás ívét, felszaladt a járdára és nekiütközött a jelzőlámpa oszlopának, amely az ütközés közben kitört. A balesetet okozó gépjármű bejelentés nélkül elhagyta a helyszínt. Mivel az esetet a Béda rendszer rögzítette, ezért a rendőrség kéri, hogy a gépjármű vezetője jelentkezzen. Ugyancsak kedden Felső Sima és Nyíregyháza között egy terepjáró vezetője az útkanyarban elvesztette uralmát a jármű fölött, árokba sodródott és fölborult. A sofőrt a mentők kórházba szállították. Hárman sérültek meg abban a közúti közlekedési balesetben, amely kedden a 4-es főútvonalon Nyírtúra és Nyírpazony között történt. Az anyagi kár jelentős, a rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. A Nyíregyházi Bem József általános iskolában évek óta hagyomány, hogy minden januárban vendégül látják a város óvodásait egy játékos sportvetélkedőre. Folytatódik a bajnokság a férfi kosárlabda NB1B-ben. A Nyíregyháza Blue Sharks a 7. helyről várhatja a tavaszi rajtot. A Nyíregyházi Televízió rövid híreit látták, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!